Több mint 400 résztvevő számára minden bizonnyal az idei nyár egyik felejthetetlen élményét jelentette a Kiskunmajsán megrendezett Lurkó tánctábor. Nokta Gábor, a Majossa Hagyományőrző Egyesület elnöke 10 évvel ezelőtt elindított kezdeményezése mára egy messze földön híressé vált, nemzetközi táborrá nőtte ki magát. A Lurkó tánctábor annak idején egy Kiskunmajsa és környékbeli gyermekeknek szóló néptánctábor volt. 10 évvel ezelőtt úgy gondoltuk, hogy kell egy ilyen tábor, hogy a gyerekek tudjanak néptáncot tanulni más tanároktól is, hiszen ebben a táborban nem én tanítom a saját táncosaimat, hanem vendégtanárok, vendégpedagógusok vannak, akiktől rengeteg új dolgot tanulhatnak. Az idő múlásával egyre több település csatlakozott be ebbe a táborba. Jelen pillanatban olyan 30-35 településről érkeznek Kis-Magyarország területéről, valamint a határon túlról is rengetegen. Akár, ha megemlítem, Gyergyószent Miklóst, akik rendszeresen érkeznek hozzánk, illetve a legtávolabbiakat, a kanadai barátaikat, onnan is két kisfiú van itt az anyukájával együtt, immár második éve. Szántottam gyöpöt, vetettem gyöngyöt, hajtottam ágát, vettem virágát. Ej bíbor, bíbor, bíbori bársony, aki nem bíbor, nem ide való. A legelső tábor 85 fős volt, most vagyunk 441-2 fővel. Bővültek a programok, így a Lurkó tábor már többet jelent, mint tánctábor. Most már lehet zenét is tanulni nálunk, lehet éneket is tanulni nálunk, vannak énektanáraink is, valamint a kézműveskedés kicsit fejlesztettük, úgyhogy elég sok színűvé vált ez a tábor. Gyújtottam gyertyát györfiék előtt, néztem személyét Kati lányának. Mit néztek rajta, nem fekszik halva, Jani szerelme gyötrődik rajta. A tánctanárunkat úgy hívják, hogy Gábor bácsi, és ő szerintem a világ legjobb tánctanára. Országos hírnévnek örvend már ez a Kiskunmajsai tánctábor, de még mindig tele van a tarsolyunk, aminek java csak is azért nincs megvalósítva, mert szűkös anyagi keretekkel rendelkezünk. Mindenkinek tudni kell, hogy ez a Lurkó tánctábor azért sikeres, mert az az összeg, amit kérünk ezért a táborért, az egy nagyon-nagyon nyomott ár. Ennél csak drágább táborok vannak Magyarországon, és a színvonal viszont nem magasabb, hanem ott elköltik mindenfele, itt meg csak is a gyerekek az elsők, az ő programjaik, az ő szórakoztatásuk és tanítatásuk az elsődleges cél, ezért működhetünk így, ahogy működünk. Jó, sok program van, meg eleve az, hogy néptáncolok, és valamennyire sok barátom is itt van. Tíz év alatt ez a legjobb hetünk időjárásban. Gondolok először, hogy a sátortábor vagyunk, kegyes hozzánk nagyon a fentiek, nagyon kegyesek hozzánk. Volt egy icipici eső, de az még arra sem volt, hogy a port elverje, kicsit esetett volna jobban. Nincs hőség, tehát ez a 20 pár fok, ez a gyerekeknek nagyon kellemes, a szél engedezik, úgyhogy szellőztet is tudjuk magunkat a próbák után. Fantasztikus, most nagyon élvezzük, nagyon jó betegségek is alig-alig fordulnak elő, a szokásos Lurkó betegség, a lábfájás, a hasfájás, a fejfájás nagyon gyorsan el tud múlni egy kis C-vitaminnal, vagy egy kis simogatással, gondoskodással. Nagyon-nagyon sok ember jár vissza a táborba, viszont mindig vannak újak, akik hallják valahonnan, hogy van ez a Lurkó tábor, és jönnek. Viszont vannak olyanok, akik nagyon régóta járnak, akár az első tábortól kezdve. Jó például a jelenlegi felnőtt majosás táncosokból is, nagyon sokan a legelső Lurkóban, mint Lurkók voltak, most pedig már mint szervezők, tanárok, vagy akár tábori anyukák vesznek részt ebben a csodás rendezvényben. Ezen kívül a gyerekek közt is van olyan, aki már 6-7-8 éve ide jár,
sőt olyan is van, aki évközben nem néptáncol, csak is a lurkó miatt jár ide hozzánk. Idénre eljutott oda, hogy életkori sajátosságánál fogva az a tánc, amit az ő csoportja tanul, technikailag nagyon nehéz neki. Ezért nagy bajban is volt, hogy ő nem tud táncolni, hiszen nem jár táncra évközben. Énekelni nem tud, mert nincs jó hangja, kézműveskedni meg nem szeret, mert nem jó kézügyessége van, de itt akar lenni a lurkó tánctáborban, most mit csináljon? Hát segít nekünk mindenfélét, mégiscsak kézműveskedik egy picit, itt ott segít, és itt van köztünk, jó érzi magát a mi családunkban. A lurkó soha nem érhet véget, varázsolj nekünk valami szépet, repülj velünk a lurkocsi szárnyán, indul a szöd alá, csak erre vártál.